Előfordult már veletek az, hogy lefrissítettétek a telefonotokat, és az új operációs rendszer hatására a telefonotok lassabb lett, mint azelőtt, és feltettétek a kérdést: miért? A válaszom egyszerűen csak annyi lehet, hogy ne essetek pánikba. A mai videóban arról fogunk beszélni, hogy a nagy, gonosz, csúnya cégek miért lassítják le folyamatosan a telefonjaitokat. Azért, mert utálnak? Vagy talán azért, mert azt akarják, hogy megvedd az új, drága telefonjaikat? Az elsőre a válaszom nem. A másodikra... Kezdjük az alapoktól és az alapfeltevésektől. Lassul-e a telefonod akkor, hogyha frissíted? A válasz pedig egyértelműen az, hogy igen. Egy kicsit le kell, hogy lassuljon. De hogy pontosan ki is csinálja ezt? Hát ugye a leghírhettebb ebből az Apple, mert hogy jaj, mindig amikor kiadja az utolsó operációs rendszer, annyira lelassítja a telefont, hogy használhatatlan lesz. Ismerjük a történetet, de ha belegondoltok, minden cég ezt csinálja. Sőt, van, aki egyáltalán nem is frissít. Nem tudom, hogy az mennyivel jobb ennél. Itt az történik, hogy az operációs rendszer, amit letöltötök, az egy új rendszer. És hiába van odaírva az, hogy ti most frissítitek a telefont. Ez nem frissítés, ez egy teljesen új rendszerre való váltás. Gondolok én itt arra, hogy amikor iOS 9-ről 10-re frissítünk, amikor Android 7-ről 8-ra, vagy amikor Windows 8.1-ről Windows 10-re. Mindegyik új operációs rendszernek jóval nagyobb a rendszer követelménye, mint az előzőnek. Majd jóval nagyobb, tehát egy kicsivel nagyobb, ami a régi gépeknek már jóval nagyobb. Ilyenkor jöhet a kérdés persze, hogy de most pontosan miért is fontos ez az egész dolog? Miért kell folyamatosan frissítgetni a rendszereket? És a fő gondolata ennek, hogy támogassák az új hardvert. Itt gondolok új processzorra, új képernyőfelbontásokra, esetleg gyorsabb memóriára, új lenyomatérzékelőkre, retinaszkennerekre és mindenféle fancy cuccokra, amik belekerülnek manapság egy-egy gépbe, telefonba vagy bármibe. Nyilvánvalóan ennek köszönhetően a fejlesztés központjában mindig az új eszközök állnak, az új mindenféle menő cuccokkal, és a régebbi, már gyakorlatilag elavultnak számító technológia egy picit feledésbe merül. Gondoljunk csak bele, mikor kapott utoljára frissítést egy jó kis iPhone 3G, nem? Hát nem ma. De ez persze nem azt jelenti, hogy a mostani frissítéseink kizárólag az új eszközökre jönnek ki. iOS 10. Az iOS 10 elérhető volt az iPhone 7-re. De ugyanúgy elérhető volt az iPhone 5-re. A két telefon között kőkemény 5 év telt el. Azért, hogyha belegondolunk, számolgatunk, kis matematikánkat bevetjük, akkor rájöhetünk arra, hogy igen, az a rendszer elég sokáig támogatott visszafele, nem gondoljátok? És ennek okán, hogy ugye a frissítéseket a régebbi cuccokra is ki kell adni, nyilván azokat akkor az új gépek mellett a régi gépekre is próbálják optimalizálni több-kevesebb sikerrel. Gondolok én itt arra, hogy egy-egy iPhone olyan 4, gyakorlatilag most már majdnem 5 éven keresztül nagyon nyugodtan ellovagol, minden egyes évben megkapja az új rendszerfrissítést. Ez ugyanígy igaz egyébként a Mac OS-re, hogyha a Windows-ról beszélünk, akkor igazából ott ez teljesen gépfüggő, tehát fel tudod telepíteni az új operációs rendszert, akkor a sárga földtől a csillagoségig mindenféle teljesítménnyel találkozhatsz. Androidnál pedig gyártófüggő, telefonmodellfüggő, generációfüggő, igazából annyi tényezővel, hogy oda nem is érdemes ebbe belemenni, ha van rá frissítés van, ha nem, nem. Galaxy Core. Mikor kapott az utoljára frissítést? Hány rendszer volt ezen? És tudom, most egy picit magam ellen beszélek, mivel ugye most mondtam el azt, hogy de nagyon optimalizálnak mindenféle cuccokat, de mégis lassabban fut a régi gépeken. Nem fura ez egy picit? Ha belegondoltok, a fő cél mindig az, hogy az éppen aktuális, szinte legújabb gépen úgy fusson a rendszer, mint a kés a vajon. Hogyha pár évet visszamegyünk az időben, akkor még mondjuk ilyen 1-2-re gondolok itt, nyilván nem több, 1-2 évre gondolok, még mindig egészen kultúrált teljesítményre számíthatunk egy telefontól. Gondolok én itt arra, hogy itt a hatalmas különbség a két rendszer futása között az, hogy a kamerát 0,1 helyett 0,3 másodperc alatt nyitja meg, ami valljuk be, egy átlagember életében nem fog akkora nagy becsapódást váltani, de hogyha mondjuk kicsit régebbre megyünk vissza, tehát most gyakorlatilag példálozhatnék megint az iPhone 5 és iPhone 7 közötti különbséget, tehát mondjuk lehet, hogy az iPhone 7 az 4-szer olyan gyorsan tölt be egy alkalmazást, de ez mondjuk köszönhető annak, hogy majdnem 6-szor olyan erős a telefon. Szimplán azért is lassabbak ezek a régi telefonok, mert a bennük lévő alkatrészek ennyivel gyengébbek. És akkor most itt nagyon csöndben, nagyon sunyin, nagyon kis a padló alatt belefolyhatunk abba a témába is, hogy igazából az alkalmazásoknak a megnyitási sebessége az nem feltétlenül csak az operációs rendszertől meg a hardvertől függ, hanem az operációs rendszeren futó alkalmazásoknak a gyártóitól. Ezt nagyon kevésszer említik meg az emberek,
igenis nagy problémát tudnak okozni. Tehát akkor jön az egyik fő kérdésünk. Meg lehet-e úgy írni egy operációs rendszert, hogy ne lassuljon be tőle semmilyen régi generáció? A válasz egyszerű. Meg. Persze, mindent meg lehet úgy írni. A kérdés inkább az, hogy megéri-e? És a válasz egyszerűen az, hogy nem. Ha nem is fél vagy egy évente, mint azok a burzsúj amerikaiak, de mondjuk olyan 3-4 évente szerintem nyugodtan belefér az ember életébe egy telefoncsere, akármilyen telefonról legyen az szó. Most nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy a cég, aki ilyen undorító, gonosz és álnok módszerekkel rávesz téged arra, hogy cseréld le a telefonodat, az egy ártalmatlan bárány, mert nem az, de egyszerűen szimplán a világ legrosszabb üzletpolitikája lenne az, hogyha te még 16 év után is tök jól tudnád frissíteni az összes telefonodat, az összes alkalmazást, mert mindent, aki a futna. Mivel ne téged rá arra, hogy megvegye egy új telefont? Semmi. Ez kinek kedvezne? Rajtad kívül. És valójában itt most nem te vagy a főnök, hanem ők. És akkor van egy olyan nagyon-nagyon népszerű gondolat hullám, hogy van az új telefon, mindenféle új funkcióval, meg ahogy az új rendszerrel. Mi lenne, hogyha fognánk az új telefont, és futtatnánk rajta az új rendszert az új funkciókkal, de letölthető lenne mindez a régi telefonra, csak a menő új funkciók nélkül? Ez nem egy megoldás? Itt pedig ismételten egy falba ütközünk, ugye név szerint abba, hogy akkor mi a franc értelme lenne lefrissíteni a telefont, hogyha csak egy-két újdonság kerülne bele. Tehát az tényleg egy ilyen nagyon minimális embertömeg lenne, aki hajlandó lenne azért venni egy új telefon, mert hú, van benne egy-két dolog, ami jobb. És akkor mit tegyünk, hogy a gonosz, galád és csúnya-csúnya cég ne lassítsa be a telefonunkat? A válasz pedig teljesen egyértelmű, nem frissítitek le a telefont. A frissítésnek mindig is annyi értelme volt, hogy új funkciókat hozott be, a rendszert biztonságosabbá tette, és bugokat fixált. Ez a három értelme van egy frissítésnek. Hogyha te úgy döntesz, hogy neked kell az a plusz egy másodpercnyi töltési idő az alkalmazásokon, akkor nem frissíted le az operációs rendszert, ezzel kiteszed magad egy picivel több olyan problémának, hogy hogyan tudnak például bejutni mások a telefonodba, hogy hogyan tudják feltörni azt, ugye, hogy például nem tudsz olyan jópofa funkciókat, mint amit a haverjaid fognak tudni, hogyha esetleg lefrissítenének, és hasonló. És már most látom ugye a kommenteket, hogy jó, ez mind szép és jó, amit most elmondtál, de mi van akkor, hogyha én felrakom az új rendszert, és én azt gondoltam az elején, hogy ez tök jó nekem, viszont később úgy gondolom, hogy ez már tök szar, és inkább visszaraknám a régi rendszert, akkor miért nem engedné nekem az a gonosz gyártó, hogy visszarakjam azt az operációs rendszert? Mi? Mire a válasz az, hogy ez operációs rendszer függő? De Androidot igazából rootolni kell, és visszapakolsz olyan oprendszert, amit szeretnél. Windowsnál egyértelműen azt rakod fel a gépre, amit akarsz, ott nincsen actually PC megszabása ennek a dolognak. Ami az iOS-t illeti, akár hiszek, akár nem, ott is vissza lehet állítani a rendszert. Most, ha a legális körről beszélünk, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy kijön az új operációs rendszer, akkor azon a héten, ha letöltitek és nem tetszik, akkor nagyon gyorsan vissza lehet állítani egy biztonsági mentésből a régi rendszert. Olyan egy-másfél hét elteltével azonban az Apple szépen fogja és a régi rendszert kidobja a francba, azt mondja, hogy mostantól ez nincsen szupportálva, akinek eddig nem tetszett az új, az visszament, ha eddig megvolt a mostani, akkor ezek szerint neked tetszik, akkor mi a francira akarnál visszamenni, ami végülbelül egy picit jogos, lehetne máshogy, nem máshogy van, törődjünk bele. Hogyha egyébként egy különleges szoftvert leszettek a gépetekre, aminek a nevét most nem fogom elmondani, mert fogalmam nincs, hogy micsoda, de egyébként nagyon ügyesen meg tudjátok keresni Google-on, nem fogok linkelni senkinek, mert rohadtul nincsen kedvem. Az a szoftver az lehetővé teszi, hogy nem iTunes-on keresztül telepítitek újra a telefont, hanem azon a programon keresztül, így nem ütköztök abba a hibába, hogy az iTunes már nem írja alá a régi szoftvereket, tehát gyakorlatilag bármilyen olyan operációs rendszer, ami valaha elérhető volt például az iPhone 5-re, az iPhone 3G-re, az iPhone 5C-re, ami ugyanúgy az iPhone 5, vagy éppen az iPhone 7-re, az tökéletesen visszaállítható rá. Ennyi. Csak kell hozzá a megfelelő program. De amúgy megoldható, megcsinálható, és elvileg nem is olyan túlságosan bonyolult. És akkor itt a legvégén még szeretném eloszlatni a között egy olyan baromi nagy hülyeség fölött, amit én nagyon sok embertől hallottam, hogy frissítened kell a telefonodat, mert ha nem frissíted, akkor alkalmazásokat nem fogsz tudni futtatni. Ami technikailag igaz, ebbe van igazság. Az Android az sokkal több alkalmazást enged a régi telefonokon futtatni. Ez főként azért van, mivel mondjuk szerintem az androidos telefonoknak a 35-40%-a még mindig 4.4 KitKat-et futtat a mai használatban lévő androidos telefonoknak a több, majdnem a fele. Míg iOS terén mondjuk van egy olyan 8%, aki használ iOS 8-at, vagy annál régebbit, és iOS 8-at mondjuk az alkalmazások 99,9%-a támogat. Tehát nem tudom,
úgy érzem, hogy mind a két oldalon eléggé jogos a dolog, hogyha most nem elérhető a kedvenc játékod iOS 6-ra, akkor az valószínűleg azért van, mert a fejlesztőnek nem volt kedve portolni egy olyan operációs rendszerre, amit az egész földön 500 ember használ, és abban mondjuk lenne egy, aki letölti. Én látom a jogosságát a dolognak, lehet, hogy te nem látod, és te ezt akkor is személyiségnek éled meg. Ez van. Szóval, konklúzió time. Lassul a telefon a frissítéssel? Igen. Megéri frissíteni? Szerintem igen, de rajtad múlik. Én alapvetően ajánlanám, hogyha neked fontos a telefonod biztonsága, stabilitása, de hát a nem frissítés opció mindig ott áll. Hiszen valljuk be, látjuk itt ezt a felhozatalt, és ha belegondoltok, nincs mindenkinek pénze megvenni az új telefonokat. Gondolok én például egy iPhone 7-re. Szóval, hogyha egy régi telefont rokkolsz, ami még nem döntötted el, hogy lefrissíted-e vagy nem, ha neked inkább fontos a sebesség, és leteszed a biztonságra, ne frissíts, ha neked a biztonság a mindenet, és inkább élvezni az új funkciókat, akkor pedig frissíts. És ez most gondolható mindenféle telefonra. Gondolként iPhone 5-re, gondolként androidos telefonokra, amik most frissíthetőek. Jó, nyilván nem erre, mert ez nem frissíthető, mert nem is erre, mert ezek sem frissíthető, ezek egyik sem. A döntés a tiétek. Ez csak egy ilyen kis guidance videó volt, ami megmutatja, hogy mi az igazság, és eloszlattam néhány tévhitet. Remélem sikerült. Ha ez a videó alatt kérdések lesznek, én nagyon mérges leszek, mert szerintem mindent megválaszoltam, de valószínű nem. Szóval várom a kérdéseiteket, amiben tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, hogyha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, és mondjátok el, hogy mit gondoltok az új stúdióról, ami igazából nem az én stúdióm, hanem mondjuk úgy a Hummingbirdnek gyakorlatilag egy stúdiója. Szóval, ha tetszik a Space, akkor ezért is nyomhatok egy lájkot egyébként a videóra, ha nem tetszik, akkor meg ne csináltok semmit. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és következő videónál újra találkozunk. Addig is legyetek jók, és... Sziasztok!